A 33. úszóevét követően az elmúlt héten rendezték meg Londonban a Masters Európa bajnokságot. A közel 10 000 résztvevő között ott volt a tavalyi kazanyi világbajnokságon 3 ezüstérmet szerző Szokol Diana is, aki korosztályváltást követően a 45-49 évesek mezőnyében állt rajtkőre. A nyíregyházi úszónő a 800 és a 400 méteres gyorsúszásban az aranyat célozta meg. Előbbi távon 9:45 másodperces idővel, utóbbin pedig 4:46-os idővel győzött is, igaz a második arany izgalmas körülmények között született meg. Annyit kell tudni, hogy nagyon nagy mezőny volt, és egy pályán ketten úsztunk. És úgy indultak a versenyek, hogy mindkét oldalról indultak a versenyzők, és az egyik lány kihozták győztesnek, és hát nem tudtuk, hogy most akkor mi van. Hát akkor már utána második, azt hittem, hogy második vagyok, aztán kiderült, hogy tulajdonképpen ő csak 350 métert úszott, és úgy csapott célba, és persze 350 méteren megvert, de aztán végül is a részidőket megnéztük, és akkor utána óvtunk, és akkor így tulajdonképpen másnapra derült ki, mert a 400 gyorsat évfélkor úsztuk, tehát szombat évfélkor úsztuk, akkor már nem nagyon lehetett óvni, úgyhogy másnapra aztán kiderült, hogy mégiscsak én vagyok a bajnok. A korábban 3 Európa-bajnoki arannyal rendelkező úszónő 11 év szünet után szerzett ismét kontinensbajnoki címet. A két elsőség mellett a 200 gyorson elért második helyel is elégedett a Nyíl Senior 97-ese versenyzője. A 200 méter második helynek nagyon örülök, mert 800 is este 7-kor úsztam, az magyar idő szerint 8, hát éjfélre kerültünk ágyba, és reggel 6-kor menni kellett már edzeni, mert nem engedtek be, tehát annyira nagy mezőny volt, hogy csak az adott számra engedtek be úszókat, és hiába volt akkreditációs kártyák, nem mehettünk be, csak akkor, amikor meg volt beszélve, és úgy reggel 6-kor el kellett menni edzeni, vagy bemelegíteni, délbe úsztuk a 200-at, ott nem tudtam, hogy milyen, hogy lesz, hogy hanyadik leszek, első, második vagy harmadik, és aztán 100-on körbenéztem, láttam az első az elő van, még egy fejjel volt a második mellettem, úgyhogy azt kicsit megvertem, úgyhogy második lettem. Az úszónő még elindul néhány kisebb versenyen, majd egy pihenőt követően szeptemberben elkezdi a felkészülést a 2017-es budapesti Masters világbajnokságra.